Üdvözlöm a nézőket, lássuk, mi mindent szemléztünk ma. Építkezésből származó törmelékkel töltik ki a gödröket, majd kavics réteggel burkolják a mezei utakat. Jövő héten rajtol az EMI tábor, ismertek a fellépők, a tematikus sátrak programja is körvonalazódik. Több száz zarándokot várnak idén is a Pricske tetőre imádkozni, augusztus 6-án tartják a búcsút. Javítatja a mezei utakat az önkormányzat, építkezésből származó törmelékkel töltik ki a gödröket, majd kavicsréteggel burkolják az utakat. A Mocsártól a Kutyamenhelyig tartó részt teszik járhatóvá most. Felgyűlt az építkezési törmelék a mellégazdaság udvarán, már más helyszíneken is tárolták a hulladékot. A mezei utakon kialakult méretes gödrök betömésére használták fel a törmeléket, így sok pénzt megspórolt az önkormányzat az útjavításra szánt összegből, hosszabb szakaszt javíthatnak fel. Igazából az alapötletet a nyár folyamán és a korábbi években felgyűlt építkezési törmelék, tehát a járdaépítés kapcsán felgyűlt törmeléknek a hasznosítása adta. Hát egyrészt, hogy férjünk is a mellégazdaság udvarán, ezért gondoltam, hogy próbáljuk meg hasznosítani ezt a hulladékot, és ezt úgy gondoltam, hogy máshová nem való, mint a mezei utak gödreibe, úgymond. Tehát eléggé elhanyagolt állapotban vannak a mezei utak, azt gondolom mindannyian látják, tudjuk, és ezért gondoltam, hogy hasznosítsuk, töltsük meg, és kavicssal próbáljuk meg akkor a futófelületet egy kicsit elfogadhatóbb állapotba hozni. Kezdtük a Mocsárból, indultunk, a Szárhegyi útig, a főútig kiértünk, onnan átmentünk a Tatár utca végébe, és a cél az, hogy az ipari zóna háta mögött valahogy érjünk le a Kutyamenhelyig, tehát ugyancsak a város alfalu felüli kijáratáig. A megfelelő alapozás után évekig csak kisebb karbantartásra lesz szükség ezeken az utakon. Egyelőre egy 100 000 lejes keretünk van, jelzem már, hogy ez messze nem fog elég lenni, de most egyelőre a prioritás az, hogy a hulladékot, a törmeléket azt hozzuk ki, helyezzük el, és egy egész vékony réteg kavicssal próbáljuk megfogatni, hogy valamilyen szinten járhatóak legyenek az utak. Gondolom, hogy ahol sikerült végleges állapotra hozzuk az utat, ezt a Mocsár és a Szárhegyi út közötti szakaszra gondolok például, ott évente maximum egy gréderezés és egy henger bőségesen fogja tudni karbantartani. Tehát én azt gondolom, hogy hosszú távra rendbe fognak tudni lenni, hogyha minden évben egy-egy kicsit odafigyelünk. Ezen a városrészen a belső utcák is tehermentesítődnek részben, hiszen a gépek nem kell a belső utakat használják, sokkal jobb körülmények között közlekedhetnek a mezőn, mint eddig. Rövidesen tárgyalja a kormány azt a törvénytervezetet, amely friss gyümölcsöt biztosítana a jövő tanévtől az iskolásoknak. A tervezet alapján almát kapnának a diákok, ez tanulónként legtöbb 37 baniba kerülhet, és 88 iskolai napon részesülnének benne a gyerekek. A jogszabálytervezet mintegy 66 ezer lejt irányoz elő a gyümölcsprogram költségeinek fedezésére a következő tanévre. Az előző évekhez hasonlóan alakul a diák létszám Kolozsváron, a magyar nyelvű oktatást is biztosító felsőoktatási intézményekben. Az őszi felvételire bizonyos szakokon maradt még szabad tandíjmentes hely. A Bábesbolyai Tudományegyetem magyar tagozatán a nyári felvételi és a helyek visszaigazolása után alapképzésen 947 diák kezdi ingyenes helyen az egyetemi tanévet. 461 hallgató fizetéses helyet foglalt el. Ahol beteltek a helyek, az a matematika és az informatika kar, illetve a jogtudományi karon is beteltek teljes mértékben a helyek, meg a sport és a testnevelés tudományi karon is megtelt minden hely. És hát az összes többi karon változó mértékben vannak üresen maradt helyek, nem minden szakon ezt hozzá kell tennem. A BBTL magyar tagozatán 1100 alapképzéses helyet hirdettek meg. A helyek elfoglalása tavalyhoz képest alig változott, viszont jóval nagyobb volt a jelentkezés, mondta el híradónknak Markó Bálint rektor helyettes. A Sapientia Erdély Magyar Tudományegyetem kolozsvári karán hétvégéig tart a helyek visszaigazolása. Eddig az összesen 185 alap, illetve mesterképzős helyre közel 130 diák jelentkezett.
Vannak szakok, ahol az idén is túljelentkezés volt, lásd a média szakot, ahol 144%-os volt a jelentkezés. Voltak szakok, ahol nem sikerült föltölteni a helyeket. Itt leginkább a diplomácia mesterképzőt és fémtudomány mesterképzőt emelném ki. Mind a Sapientia, mind pedig a BBTE esetében az őszi felvételire szabadon maradt helyek számát, illetve a felvételi kritériumokat az egyetemek honlapján lehet majd követni. Nemzeti gyásznappá nyilvánította a kormány augusztus 13-át, amikor a hétfőn elhunyt Anna királyné temetése lesz. A gyásznapon a közigazgatási és más állami intézmények félárbószra engedik az ország zászlaját, a közmédia csatornáinak pedig ehhez igazítják a műsorát. Romániában legutóbb március 24-én volt gyásznap a brüsszeli merényletek áldozatainak emlékére, 2015. október 31-e és november 2-a között pedig a kollektív tragédia áldozatainak emlékére hirdettek háromnapos gyászt. Az erdélyi magyar ifjak tábora, ahol évről évre több ezren gyűlnek össze szerte a Kárpát-medencéből, idén augusztus 10-e és 14-e között várja látogatóit a 3-as kilométerkőnél. A tartalmas előadások és építő nemzetpolitikai viták mellett a közösségi élményre is hangsúlyt fektettek a program összeállítása során. A szervezők minden politikai nézetet igyekeznek megjeleníteni az előadások során. Az EMI tábor idei mottója: ilyen nagy dolog a szabadság? A Márai Sándor versor is jelzi, hogy a kerek évfordulóra való tekintettel idén az EMI táborban is kiemelten szó lesz az 1956-os forradalomról, amelyről úgy történészek, mint egykori résztvevők nézőpontjából is többet lehet majd megtudni. Az előadások és kerekasztal beszélgetések központi témái között szerepelnek továbbá Székelyföldön rendelkezésének lehetőségei, az utóbbi hónapokban a magyarság ellen elkövetett jogtiprások, valamint az erdélyi magyarság és a titkos szolgálatok kérdése. Az erdélyi magyar politikai élet minden szereplőjét igyekeznek megszólítani, hogy többféle nézet találkozzon a táborban. Próbálunk teljes képet adni a táborban résztvevőknek, az előadásokon, a kerekasztal beszélgetésen résztvevőknek. Próbáljuk az összes olyan szemszöget, mely nemzeti szempontból érvényes bemutatni, hogy ne csak egy szél fújjon az előadásokon, ne csak egyfele terelődjenek a nézőpontok, hanem igazi és valós viták alakulhassanak ki az EMI tábor előadósátraiban. A magyarországi Jobbik politikai mozgalom fiataljai erőteljes képviselettel érkeznek a táborba minden évben, politikai hovatartozásukat nem is rejtik véka alá. Valószínűleg ezért is emlegetik sokan az EMI tábort a Jobbik tusványosaként. A szervezők nem így látják. Igen, ezt már nagyon sokat hallottuk, hogy mi a Jobbik rendezvénye vagyunk, hogy mi importáljuk a Jobbikot, de ezt pont ugyanúgy elmondták az MMP-vel, azelőtt az MPP-vel, folyamatosan szeretnék minket beskatujázni. Nem működik ez a skatujázás, az EMI az egy független szervezet, és az EMI tábor egy független rendezvény. Nincs hatással ránk semmilyenféle politikai nyomás a program összeállításakor. Mi a saját fejünktől állítjuk össze az elmondottak alapján a programunkat. Az tény, hogy a Jobbik elnöke minden évben vendégünk, de pont így más politikai testületöktől is folyamatosan vendégeket hívunk meg. Sajnos nem mindig tudják vállalni ezeket az előadásokat, de reménykedünk abba, hogy mindenkit sikerül felvonultassunk minden évben az előadó sátrunkba, tehát a meghívók azért kimennek. Emellett az, hogyha egy politikai párt támogat egy rendezvényt és szívén viseli egy rendezvény sorsát, nem föltétlenül jelenti azt, hogy beleszólhat annak a folyásába, tehát az EMI tábort az EMI-sek szervezik, az EMI tábor programját az EMI-sek rakják össze, és az EMI tábor minden magyar rendezvénye, nem csak egy politikai párti vagy egy politikai közösségé. Mindenkit várunk szeretettel, mindenkinek a véleménye számít és fontos a táborban. Több Jobbik szimpatizáns vesz részt a táborban, és nincsen jelenleg tiltás az EMI tábor területén más szervezetek lobogóit illetően, tehát pont hogy EMI-s zászlók is fellelhetőek, voltak néppártos zászlók is, de voltak 64 vármegyés zászlók is, sőt, egyik évben még fideszes zászló is volt az EMI táborban, azt hiszem, hogy 4 évvel ezelőtt. Tehát ilyen szempontból mi még nem vezettünk be korlátozásokat, mivel hogy szerintünk az, hogyha egy politikai közösség vagy egy szervezet felvállalja azt, hogy jelen van, az csak dicséretes, nem pedig arra utal, hogy akkor most beállt volna a sorba. Én mindenkinek, aki minket azzal vádol, hogy a részrehajlóak lennénk, csak azt ajánlom, hogy nézze meg az előadósátrunk programját, jöjjön el, hallgassa meg a kérdéseket, hallgassa meg az előadásokat, és azután vonjon le következtetéseket.
Az idei EMMI tábor augusztus 10-én rajtol. A tartalmas előadások és építő nemzetpolitikai viták mellett a szórakozásra is nagy hangsúlyt fektetnek a szervezők. Napközben a művészsátor és a szénás is szórakoztató tevékenységeket kínál, esténként pedig fergeteges koncertek várják a táborozókat. A kábítószer fogyasztás megelőzését és visszaszorítását célzó kampányt indít útjára mától az Országos Drogellenes Ügynökség. A szakemberek fel akarják hívni a figyelmet a kábítószer fogyasztással járó veszélyekre. A kampány elsősorban a fiataloknak szól, ezért a nyitó rendezvény helyszíne az ifjúság kedvenc tengerparti üdülőhelye Vámáveke. Az Országos Drogellenes Ügynökség júniusban közzétett adatai szerint 2013-hoz képest nőtt a kanabisz fogyasztás Romániában. Országunk azonban továbbra is az európai átlag alatt helyezkedik el e tekintetben. Több száz zarándokot várnak idén is a gyergyói havasok legmagasabb pontjára, az 1545 méter magas Pricskére szombaton. 12. alkalommal tartanak búcsút az ott felállított keresztnél. A Pricske tetőn a 8 méter magas keresztet 2004-ben állította a Bence és Dezső család a római katolikus egyházzal közösen. Azóta minden évben búcsút tartanak ott. Gyalogosan, terepjárókkal, motorokkal és mindenféle járművekkel érkeznek augusztus első szombatján Pricskére a gyergyóiak, hiszen urunk színe változásának ünnepe alkalmából minden évben tartanak búcsút a hegyen a Szent István plébánia és a keresztállítók szervezésében. Így lesz ez idén is. A búcsús szentmisére déli 12 órától kerül sor, az ünnepi szónok a Gyergyó Szent Miklósi születésű, jelenleg Türben szolgáló Kémenes Lóránt lesz. A szertartás után szeretett lakomára kerül sor. Az Eke gyergyói fiókja gyalogos túrát szervez a Pricskére. Szombaton reggel 8 órakor a Teke panzió előtt várja a csatlakozókat Bajna György, hogy együtt menjenek ki a hegyre. Szakrális maraton a keresztény értékekért, a békéért jelszó alatt maratoni futásra és kerékpározásra kerül sor augusztus 14-én vasárnap Gyergyó Szent Miklós és Csíksomjó között. Gyülekezés a Szent István templom parkolójában lesz reggel 6:30. Erre a figyelem felhívó rendezvényre minden kerékpárost és szaladót korhatár nélkül szeretettel várnak a rendezők. Elkezdődött a visszaszámlálás a 31. nyári olimpiai játékokig. Bár Erdély és Rio de Janeiro között légvonalban több mint 10 000 kilométer van, az ott zajló sportesemények nagy érdeklődésre számítanak. A világeseményre két erdélyi magyar újságírót akkreditáltak, Szép Zoltán a Marosvásárhelyi Rádió és az Erdélyi Magyar Televízió sportszerkesztője az olimpiáról, Kádár Zoltán rádiós újságíró pedig a paralimpiáról fog tudósítani. Kéthetes riói útjára csomagol Szép Zoltán sportújságíró. A táskában utikalózis helyet kap, bár nem kirándulni, dolgozni megy. A feladat súlyát komolyan veszi, de örül, hogy részt vett az olimpián, hiszen egy sportriporter életében ez a szakma csúcsa. Ha arra gondolok, hogy romániai magyar sajtós nem lesz jelen sajtóakkreditációval a riói olimpián rajtam kívül, akkor valahogy egy terhet is érzek magamon ilyen szempontból, viszont mindenképp sikerként könyvelem el. Tény, hogy nem nyaralni megyek, dolgozni megyek, rengeteg munka lesz, tehát lefedni több mint 20 sportágat már nehéz, tehát 28 sportág lesz, ha jól tudom, már 20-at, hogyha le tudok fedni, az nagy dolog. A reptérre Kádár Zoltán kollégája viszi ki, aki egy hónap múlva maga is utazik. Ő a szeptemberi paralimpiáról fog tudósítani. Az ő életében ez már a második hasonló horderejű esemény lesz, hiszen 2012-ben is jelen volt Londonban. Életem meghatározó élménye volt ott lenni a paralimpián, és megfogadtam, ahányszor csak tudok, elmegyek a paralimpiára, mert panaszkodunk, hogy fáj a könyökünk, fáj a hátunk, elaludtuk a nyakunkat, viszont ezek a sportolók sokkal másabb problémákkal küszködnek. A paralimpiáról azért is fontos beszámolni, mert ezek a sportolók és sportágak nem kapnak elég visszhangot a médiában, így ez hozzájárulhat népszerűsítésükhöz. Az olimpiát pedig világszerte mindenhol figyelemmel kísérik, az erdélyek sem akarnak kimaradni. Ez beillik abba a közszolgálatiságba, amit felvállaltunk, ami egyébként kötelezettség is ránk nézve, hogy követjük az értékeinket, jelen esetben a sportban, és beszámolunk a teljesítményükről. Már ugye az rendkívül nagy dolog, hogy annak marosvásárhelyi, erdélyi, székelyföldi sportolók, akik kijutnak ezekre a rangos sportrendezvényekre.
A 31. nyári olimpiai játékokra augusztus 5-e és augusztus 21-e között kerül sor a brazíliai Rio de Janeiroban. Mutatjuk röviden még egyszer a fontosabb témákat. Építkezésből származó törmelékkel töltik ki a gödröket, majd kavicsréteggel burkolják a mezei utakat. Jövő héten rajtol az EMI tábor, ismertek a fellépők, a tematikus sátrak programja is körvonalazódik. Több száz zarándokot várnak idén is a Pricske tetőre imádkozni, augusztus 6-án tartják a búcsút. Ez volt a Napszemle, köszönöm, hogy követtek minket, tegyék ezt holnap is, viszontlátásra!